Sziasztok, vérem, üdvözlök mindenkit! Sziasztok, sziasztok! Egy újabb profi elleni videóval jöttünk, Szakály Attila. Sziasztok, Szakály Attila vagyok, kaposvári Rákóczi labdarúgója. Srácok szóltak, hogy szeretnének egy kihívást csinálni, és elfogadtuk a kihívást. Korábban egyébként már volt az Attilával egy videó, amit nem tudtunk befejezni. Az Ádi kérésére majd egy vagy két gólt bevágok, mert szép gólokat rúgdalt. Az Körmenden volt, mert egyébként az Attila az egy körmendi srác, onnan ismerjük, és szerintem ez volt a legegyszerűbb kontakt, úgymond, amit, hát, hogy az Attila rábólintott erre az egészre. Biztos, hogy közre játszott, a másik meg, hogy hát mi is Rákóczi igazolások lettünk. Egyébként a Tibit nem tudtuk elhozni, úgyhogy egy Rákóczi kapus lesz, aki védeni fog ma, úgyhogy ez nekünk mindenféleképpen egy hatalmas élmény lesz újra, ugyanis végre egy NB1-es kapusnak is rúgdalhatunk Tibi helyett, úgyhogy azt tudjátok, hogy mi mindig a büntetőt választunk az Ádival, ez most is maradt, szóval az első egy büntető párba lesz. Ati, te tudod esetleg, hogy mi lesz a te választásod? Én arra gondoltam, 16-osról állított labdából lőjünk kapura. Akkor rögzített lövés lesz az Ati a választása, ha véletlen X, akkor egy kapufa kihívás, amit ma megszoktatok, úgyhogy kezdjük is a büntetővel. Sok sikert! Sok sikert! Na srácok, kérdezek párat az Attitól, mint minden profi elleni videóban már megszokhattátok. Az Attihoz az a kérdésem, hogy ha jól tudom, akkor ugye 3 éve kerültél Kaposvárra. Igen. Akkor még NB3-ba. Igen. És milyen érzés volt az, hogy így a csapattal együtt fejlődtél fel az NB1-es szintig? Azt tudom, hogy korábban már volt NB1-es játékos, de ez biztos egy nagyon úgymond meghatározó része az életednek, hogy 3 év alatt 3 osztálylépés. Igen, amikor ide igazoltam, akkor még NB3-as volt a Rákóczi. Úgy szedték össze a csapatot már akkor is, hogy az volt a cél, hogy fűsson fel a csapat. Ez sikerült is. Ugye feljutottunk az NB2-be. Elég nagy harc volt, mert az Ajka volt a másik feljutásra esélyes csapat. Szinte minden hétvégén mi is nyertünk, ők is nyertek, úgyhogy nagyon szoros volt a feljutás. Mi jöttünk ki belőle jobban. Úgyhogy ahogy felkerültünk az NB2-be, ott igazából az volt a célkitűzés, hogy maradjon benne a csapat. Hát az elején nem kezdtük jól a bajnokságot, mert hát, ha jól emlékszem, talán 2-3-szor ki is kaptunk, meg döntetlen is volt. Aztán utána megindultunk egy hosszú és jó úton, jöttek a győzelmek egymás után. Télen úgy fordultunk, hogy 3-4-ak voltunk. Akkor kezdett el gondolkodni rajta a csapat is, meg úgy mindenki, hogy talán meg is lehet a feljutás, ugye az első kettő jutott fel. Szerencsére sikerült is az év végére. A második fél évben nagyon jó teljesítmény jutott a csapat. Talán az utolsó 7 meccsből 7-et megnyertünk. Így sikerült is kivívnunk a feljutást. Ugye az NB3-ból NB2-be, utána rögtön az NB1-be jutott a csapat. Hát most elég nehéz helyzetben vagyunk, a kiesés ellen harcolunk. Elég nagy a különbség az NB2 és az NB1 között. A hátralevő mérkőzéseken próbáljuk még kivívni a bentmaradást, ami hát elég nehéz lesz, de amíg meg nem húzzák a vonalat, addig nem fogjuk feladni. Úgyhogy most azon van a csapat, hogy sikerüljön ezt megcsinálni. Egyébként én hozzátéve ez az egész, ez annyit tennék hozzá, hogy én tényleg ugye az Ati pályafutását azt úgy nagyjából mindig is követtem, mert tényleg gyerekkora óta ismerem. Nem sokkal fiatalabb nálam az Ati. Én szerintem ez hatalmas eredmény volt egyébként a Kaposvártól, hogy hát 4 évben ugye 3 osztályt léptek fel, mert én úgy emlékszem, hogy megye 1-ből indultak, és egy húzamba az NB1-ig meg sem álltak. Annyit szeretnék még kérdezni, hogy hát annó tényleg, amikor én arra tisztán emlékszem, hogy volt, mikor Bozsik programon együtt szerepeltünk egyébként a Soberkibe, és hogy ugye nagyon sokan voltunk ott akkor, és mégis az Atti lett az, aki egy NB1-es játékos, és hogy ez milyen érzés ez az egész, hogy tényleg, hogy voltál egy közösségben, és úgymond te lettél a legjobb. Hát nyilván jó érzés, meg örülök, hogy meg is kerestetek, ugye tényleg rége óta ismerjük mi egymást. Az elején nagyon nehezen indult, ugye. Főleg amikor fiatal az ember, akkor mindenki úgy van vele, hogy profi focista, NB1-es játékos, külföld, válogatott, minden szeretne lenni. Aztán ugye, ahogy egyre nő fel az ember, úgy azért megtapasztalja a dolgoknak a jó és a rossz oldalát. Hát ez egy igazából végigjártam én is a szamárlétrát, mert Szombathelyen
még az akadémiáról felkerültünk ugye nagy csapatba, Szombathelyen sikerült bemutatkoznom az NB1-be. Az nem gáz. Közben edzés van egyébként itt a fiataloknak, hogy abban is belehallgathattok. Igen, megy az edzés mellettünk. Na szóval örülök neki tényleg, hogy sikerült eddig feltornázni magam. Most ugye jelenleg az NBA-ben tudok játszani. Jó, és még egy kérdésem lenne, hogy hát ugye tényleg én arra még emlékszem, mikor az Zati egyébként bemutatkozott az NB1-be, ha jól emlékszel, utána Egerszegre kerültél, NB2 nagyon sokáig, ugye? Utána NB3-ba Kaposvárra, és visszajutottatok az NB1-be, és most egy NB1-es csapatnak gyakorlatilag a csapatkapitányi karszalagját is magadra tudod ölteni, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagy érdem, és hogy ez milyen érzés, úgymond, hogy gondoltad-e akkor, amikor mondjuk eligazoltál Egerszegre, egy úgymond alacsonyabb osztályra, hogy akkor, hogy még lesz lehetőséged játszani NB1-ben. Igen, amikor Szombathelyről eligazoltam Egerszegre, akkor még azért elég fiatal voltam, ugye akkor kerültünk ki az akadémiáról. Nyilván ott tudtam, hogy NB2-ből fogok igazolni, de azért is választottam az Egerszeget, mert szerettem volna minél többet játszani, ugye egy játékos úgy tud csak fejlődni, hogyha a mérkőzéseket játszik, főleg fiatalon. Hát így utólag igazából azt mondom, hogy jól is sikerült, ez meg jól jött ki. Utána Egerszegen majdnem sikerült ott is kivívnunk a feljutást. Ugye az egyik évben harmadik lett a csapat, talán pár ponttal maradtunk le a Mezőkövestől, ott még nem sikerült. Utána jött ez a kaposvári lehetőség, nagyon szimpatikus volt, amit felvázoltak, hogy szeretnének ugye mindenképpen feljutni az NB2-be, és idejöttem, de mint utólag kiderült, jól is döntöttem, hogy idejöttem, mert Egerszeg után volt pár lehetőségem NB2-be is, választottam volna azt is, hogy elmentem volna egy NB2-es csapathoz, de akkor viszont nem biztos, hogy most itt állnánk, és nem biztos, hogy NB1-be tudnék játszani. Jó, köszönöm szépen Attila a kérdéses választ, és még egyszer örültem a videónak. Köszönöm, sziasztok! Sziasztok, elkezdjük a 11-es lövéseket, reméljük a melegítés jó lesz. Srácok, akármerre megyek egyébként, NB1-es pályára, megyei pályára, 5x5 a büntető, és a vinkernyót mindenki vapornak nézi. Nem érje! Geri asztásom, remélem most büszke vagy rám az emelés miatt. Elég szoros eddig a meccs, jól rúgják a srácok is a büntetőket. A gyerekek, az Ati eddig 5x5. Egyet mindenféleképpen hibázni fogunk, az a baj, csak ne én legyek az. Megszereztük a vezetést, egyel megyünk, ez jó lenne megtartani. Látom, most mondanám, hogy mindenki hibázott, nekem is kéne, de valamiben ki kell tűnni a tömegből. Nem fog hibázni, Ádi, nyugi. Gyerekek, tudjátok, az egy kihagyott, az minden profi ellen megvan. Pedig akartam mondani már, hogy egyre szimpatikusabb a kapus, de hát... Az vagy tesó, visszavontam. Ezt megköszönhetjük most. Szerencse veletek van. Gyerekek, akkor az utolsó lövésem a helyhez illően Orbán Csaba barátomé. Kaposvári testvéreiszt megsiratjuk. Azaz! Szép volt! Na srácok! Büntetővel kis szerencsével, ugye az Ádi egyik lövésénél, kis szerencsével sikerült behúznunk.
köszönhetően az én teljesítményemnek. Meg a kapusnak. A kapus. Igen, úgyhogy rögzített lövésen 16-oson kívülről, megnézzük, hogy abban mit tudunk alkotni. Figyelj, attól, hogy a kedvedet meghozzuk. Ilyen még soha nem volt, hogy 9 büntetőt berúgtunk volna 10-ből. Amióta a videózás van, se profi, se amatőr szinten 10-ből 9-et még nem sikerült. Jó, rúgtátok egy. Szép volt, Ádi, a lövés is. Hát srácok, egyébként rögzített lövés még nem volt szerintem profi kellene, lehet, hogy azért vagyunk megilletődve. Itt megelőzted. Hát az már csemege volt végére. Na srácok, Attila kiegyenlített egy, hát nagyon nagy gólokat láthattunk egyébként. Nagyon szép volt. Hát gratulálom az Attinak először is. Köszönjük. De most a végén egy crossbar challenge, szokásos szabályok. Első labda 1 pont, hogyha zsinórban megrúgod a másodikkal, az 2 pont, szóval egy körbe 3 pontot lehet szerezni. De ha külön-külön valamelyikkel találsz, akkor az 1 pontot jelent. Úgyhogy sok sikert. Sok sikert, srácok. Na srácok, kezdem. Az esély megvan. Ez is egy lutri játék, hasonló, mint a büntető. Egyet megadunk neki, nem Ádi? Ádi, jó lesz! Ádi, ezt most megrúgod, érzem a lábadba, érzem. Retonál! Mennyi ez? Ahogy gondoltam. Azt a mindenit, na jó, vagy ilyen, amúgy még soha nem rúgtunk meg kettőt egymás után. Hát nem hiába választottátok ezt, ezt jól csináljátok. Soha nem rúgtunk meg kettőt egymás után. Ez akkora szerencsés, megnézed majd, megnézed a Jani ellen, majd most mit nyújtunk, milyen teljesen. Na srácok, ennyi lett volna ez a videó. Megvan az első győzelmünk, és szerintem ez semmit nem von le az Ati teljesítményéből. Azt kell, hogy mondjam, hogy amikor elindultunk, akkor még szekáltam is az Ádit, hogy ma megint leégés lesz, mert ő jön velem, ugye? Mert azt megszoktuk, hogy én jót teljesítek, de az Ádit nem. De ma tisztességesen helyet állt az Ád is. Hogy csináltátok? Úgy gondolom, hogy hatalmas szerencsénk van. Ti nézitek a videót, tudjátok, hogy még ilyen soha nem volt, hogy kettőt egymás után, nem, hogy még két körbe is. Büntetőben meg még 9-et tényleg soha nem rúgtunk. 3-at már rúgtunk 10-ből. Két videó alatt sem. Kérdezzük az Attilát is, hogy mi a véleménye. Köszönöm szépen a meghívást. Látszik, hogy mit választottunk, meg amúgy jól ment. Jó meccs volt mind a kettő, amit
én választottam, az nyilván nekem ment jobban. Most, hogyha lenne még egy visszavágó, amit én választanék, az szerintem jobb lenne, hogyha majd megadjátok valamikor rá lehetőséget, de gratulálok, srácok, jobban. Én még annyit hozzátennék ez az egészhez, hogy ugye mindig, amikor profik ellen csinálunk mindent, akkor az nekünk úgymond nekünk is ter, és a profinak is, mert természetesen mondom, az Ati se szeretett volna úgymond kikapni ellenünk, de mivel az Atit, azt mi ténylegesen egy barátnak vesszük, mert az Atit én már ismerem nagyon foci kora óta, hát talán még a réten is, meg a mezőn is fociztunk együtt, így tényleg az a teher, ami rajtunk szokott lenni a profik ellen, szerintem itt abszolút nem volt. Nem is kellett. És sokkal könnyebb, meg felszabadultabban játszik így az ember, és biztos vagyok benne, hogy ez is hozzátett a győzelemhez. Úgyhogy köszönjük még egyszer az Atinak, nagyon jól éreztük magunkat. Köszönöm, srácok. Aztán srácok, ha tetszett a videó, mindenképpen lájkoljátok és iratkozzatok fel. Sziasztok!